Két hét múlva, szeptember 2-án kezdődik a tanév. A gyerekek és a tinédzserek számára a napok most még elsősorban a nyárról szólnak, de sokan már elkezdtek az iskolai időszakra készülni. Szüleikkel együtt ráhangolódásként füzeteket és tanszereket vásárolnak. A következő percekben az iskolakezdés nehézségeiről beszélget első vendégünkkel, Tari Judit Tanilla. Jó reggelt, Áron, üdvözlöm a kedves nézőket is, és mai első vendégemet is köszöntöm a stúdióban, Földi Rita klinikai szakpszichológussal beszélgetek. Üdvözlök én is mindenkit szeretettel. Jó reggelt kívánok, tanárnő. A kislányom pont tegnap kérdezte, hogy anya, akkor most hány nap is van még ebből a nyárból, és mikor kezdődik az iskola, és hát mondtam neki, hogy még van egy bő két hét, de hát nem volt feldobva azért, hogy már csak ennyi van, és elkezdődött itt a visszaszámlálás. Mit érdemes ilyenkor a gyerekekkel, hogyan érdemes erről beszélgetni, kommunikálni, hogyan kezdjük a ráhangolódást? Ezt már a reklámok elkezdték. Gyakorlatilag én azt látom, hogy amikor bekapcsolja az ember a tévét, akkor nagyon sokszor az iskola kezdéssel kapcsolatos reklámok megjelennek, úgyhogy azt gondolom, hogy a gyerekek már azért érzékelik, hogy jön. Biztos, hogy nagyon vegyes. Maga a hozzáállása a gyerekeknek, a szülőknek természetesen, de én azt hiszem, hogy a tanároknak is. Tegyük hozzá, hogy a tanároknak is lehet egy ilyen vegyes érzelem, ambivalens érzelmek jelenhetnek meg. Tehát amellett, hogy várják, hogy a kortársaikkal, a barátaikkal találkozzanak, nyilván megjelennek a félelmek, és nyilván megjelenik az a fajta teljesítményszorongás, vagy teljesítménnyel kapcsolatos szorongás, ami nem feltétlen rossz, nyilván, hogyha nem túlzott mértékű, de hogy ez ugyanúgy jellemző a gyerekekre. Én azt gondolom, hogy talán nem csak ez a ráhangolódás, tehát ez a lélektani ráhangolódása fontos, hanem a nyár az eleve ugye megváltoztatja az embernek a napi ritmusát. Mindenféle szempontból, nyilván akkor is, hogyha a szülőkkel nyaral, de akkor is, hogyha táborban van, vagy a nagyszülőkkel van. Tehát másfajta ritmus van. Ami igazán nehéz, és amit től esetleg hát rosszabbul fogadhatja, az nagyon sokszor az, hogy az a fajta napi ritmus, amit korábban, most így durván két hónapon keresztül... Igen, ez a laza élet. Igen, hogy aludhatok, nem kell fölkelnem, nem kell pontosan akkor ágyba mennem, nem kell annyit aludni, hanem tényleg szabadon tudok gazdálkodni az időmmel, vagy garázdálkodni az időmmel. Ez egy kicsit megváltozik, tehát át kell állni rá. Igen, és ez nem csak az iskola miatt van, és hanem azért nyilván vannak otthoni feladatok, nyilván van tanulnivaló, nyilván van lecke, amit meg kell csinálni, tehát tényleg átrendeződik a napi ritmusa a gyerekeknek, és ez elég nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy beszélgetni lehet, és lehet azokra utalni, amit egyébként tényleg szeret csinálni, olvasni, beszélgetni róla, azt a gyerek érdeklődési köre is meghatározza, de hogy ezekkel is foglalkoznak, tehát bizonyos területeken ezek megjelennek majd az iskolába. Tehát a szülők nyilván tudják, hogy mi az, ami annyira vagy jobban érdekli a gyerekeket, most legyen ez a matematika, mert van, akinek a matematika játék, és van olyan, ahol a természetismeret vagy az irodalom, az olvasás a játék. És milyen jó, hogy ugyanezeket azért majd az iskolába is fogsz vele foglalkozni. És mennyi mindent kaptok most ehhez képest. Tehát lehet a motivációt egy picit emelni. Én azt gondolom, hogy sok esetben nem... A kíváncsiságunkat fel kell tenni. Így van, pontosan. Tehát ez lenne a legfontosabb. Tehát nem csak a teljesítmény elvárás, hanem inkább az, hogy motivált legyen a gyerek, hogy saját maga akarja. Nem mindegy, hogy én szeretnék valamit megcsinálni, vagy kívülről várják el. Igen, ez a... És ez egy nagyon nagy különbség, hogy hogyan áll hozzá az iskolához a gyermek. De természetesen, amiről beszélünk, ez egy olyan dolog, hogy életkoronként más. Nyilván másképp áll hozzá egy most iskolát kezdő 6-7 éves gyerek, aki roppant büszke rá, hogy ő már iskolás, és ahogy nyáron nekem mondta egy kislánya a balatoni strandon, hogy én mondhatjuk, hogy én már iskolás vagyok. Igen, igen.
Hát, és akkor... A kislányom is június 22-ig volt a harmadik osztályos. Mert és, ugye... és most már mondhatjuk igen, azt, igen, hogy a harmadik osztályos, ami nagyon kis aranyos volt egyébként, mint pszichológiai szakvéleményem szerint is, de ahogy ezt mondta, hogy hát mondhatjuk, hogy én már iskolás vagyok, és nagyon érdeklődő volt. Tehát, hogy azokra felhívni, hogy ez milyen érdekes, látod, ez mit tud, nézd meg azt a másikat, tehát a lepkékkel, bogarakkal foglalkozott, nagyon, tényleg nagyon kis érdeklődő volt, tehát, hogy azokat megragad, ami amúgy is érdekli a gyereket. Vagy más területen esetleg valami érdekességre felhívni a figyelmet. És az elsősöknél pontosan ezzel lehet a motivációt fokozni. Pedig ugye náluk a legnagyobb a váltás, hiszen egy óvodából átülni egy iskolapadba, az egy nagyon-nagyon komoly váltás. Ez így van, és hát igen, ahhoz alkalmazkodni kell. Tehát ott vannak bizonyos szabályok, ugye, ha más nem a napi rendje az iskolának, meg a házi rendje az egy iskolának, vannak társak, akikhez szintén alkalmazkodni kell. Bármilyen furcsa. Tehát itt bizony már alkalmazkodni kell egymáshoz, mert közösségbe vagyunk. Másik ilyen váltás egyébként, ami azért mostanában így gyakrabban előjött, ez a középiskolába való átmenet. Igen, igen, igen. Ahol főleg akkor, hogyha másik intézménybe megy a gyerek, azért nagyon sokszor előfordul, hogy nem érzi jól magát, nehezebben teremt kapcsolatokat. Igen, ugye új közösség, új emberek, új tanárok. És minden új. Tehát az egy nagyon nehéz helyzet, tényleg az egy stressz helyzet olyan értelemben, hogy nagyon sok alkalmazkodást igényel, és nyilván nem mindegy, hogy az alkalmazkodó képesség az mennyire adaptív a gyereknek, tehát mennyire tud alkalmazkodni ezekhez a szituációkhoz. De vannak, amikor ezek csak ilyen átmeneti helyzetet idéznek elő, és utána természetesen sikerül az alkalmazkodás, csak nem mindenkinek ilyen egyszerű. Tanárnő itt a szabályokat említette, és most szeptembertől lesz egy új szabály is az iskolákban, ugye bizonyos eszközöket nem lehet majd bevinni, köztük például az okos eszközök, okos telefonokat leszabályozzák, lekorlátozzák. Hogy látja ezt pszichológusként, ezt az intézkedést? Ambivalensen. Tehát megmondom őszintén, hogy a mai világban, ahol annyi minden épül az okos eszközök és az informatikára, nagyon nehezen látom át, hogy hogyan lehet ezt teljesen kivonni. Ugyanakkor azt is látom, hogy rengeteg negatív hatása van, különösen olyan dolgokra, amit például az előbb említettünk, a szociális kapcsolatok, a társas kapcsolatok, egyáltalán a kapcsolattartás, az nem kapcsolat, amikor irogatunk egymásnak, amikor csak elolvasok valamit, az nem egy kapcsolat. Tehát valódi kapcsolatokra van szükség, hiszen abból tanulja meg a gyerek, hogy bizonyos helyzetekhez hogyan alkalmazkodjon. Nagyon érdekes dolgok ezek a mentalizációs vizsgálatok, tehát amikor különböző dolgokból vagy jelenetekből meg kell mondani, hogy mit gondolhat, nem érezhet, tehát nem arra gondolok, hogy átérezni a másikat, hanem mit gondolhat a másik, mi az, ami az ő fejében megjelenik. És ebben nem igazán jók, tehát, hogy nem, de ez akadályozza a szociális alkalmazkodást. Az érzelemfelismerés hiánya szintén akadályozza a szociális alkalmazkodást. És bocsánat, de a smiley az nem egy érzelemtükrözés. Tehát, hogy annak sokkal, és ezek ráadásul vele született tulajdonságok. Tehát elvileg, hogyha ez folyamatosan működne, érzelemtükrözés, érzelemolvasás, akkor ez sokkal jobban menne az iskolába nekik. Tanárnő, köszönjük szépen, hogy itt volt.